milyen érzések vannak most benned? Vegyes, abszolút vegyes. Egyik szemem sír, a másik nevet. Nagyon nagy dolog volt a csapat részéről, hogy idáig eljutottunk, nagyon nagy munka volt benne, nagyon nagy erőfeszítések. Kétszer is olyan helyzetbe kerültünk a kupába, hogy az első meccse hátrányba kerültünk, és úgy kellett egy magasabb osztályú csapat ellen a másik meccsen pályára lépni, hogy fordítani kell. És az Isten úgy adta, hogy sikerült is, és itt a döntőben több olyan alkalom is volt, amikor ugye vezettünk, és sajnos nem tudtuk kihasználni, szerencsétlenek voltunk, és ugye a 11-esek az már ilyen orosz rulett, és sajnos abban Debrecen bizonyult jobbnak. Nem jó érzések vannak bennem, mert nem tudtuk megnyerni a kupát. Csalódott vagyok egy kicsit, illetve hát olyan érzések vannak, mert tényleg ott voltunk a kapujába. Hogyha már azon túl megyünk, hogy bejutottunk a döntőbe, meg volt az esélyünk rá, hogy megnyerjük, és sajnálom, hogy nem sikerült. Hát pozitív és negatív érzések is vannak, hát sajnos elvesztettük a döntőt, mert nagyon megszerettük volna nyerni, első alkalommal van ilyen érzésem, úgyhogy sajnos hát nem gondoltam volna, hogy el tudjuk veszíteni, ha már ideig eljuttunk. Nagyon jó volt, ugye a többi meccsen is, mint ahogy mondtam, általában vezetést tudtunk szerezni, és utána a kontras játékunkat tudjuk játszani, itt is így volt. Úgy még a fél idő vége előtt pont, és úgy jöttünk a második fél időre, hogy mindent bele, ha kell, kézzel, lábbal, csúszva, mászva, de védekezni, és aztán esetleg támadni. De a srác akkora gólt rúgott, nem is láttam, megmondom őszintén, csak annyit láttam, hogy már hálóban a labda, és akkor az mindent felborított. Utána pedig játszottunk, küzdöttünk szívvel, lélekkel. Az első fél időben, úgy érzem, a mérkőzés elején kapkodó volt a játékunk, kicsit idegesen játszottunk, bár én ezt éreztem magamon. Nem tudtuk megtartani a labdát, nem tudtuk a játékunkat játszani, de hát viszont a mérkőzés végén sikerült gólt szereznünk, és így megszereztük a vezetést. Úgy mentünk a fél időre, hogy vezetünk 1-0, ez jó volt, kicsit megnyugodott a csapat, úgy éreztem, hogy benne volt a lábakba, az a fejekbe is, hogy ez egy kupa döntő, és hogy azért kicsit izgult a társaság. Sajnos a második fél idő elején kaptunk 2 gólt, igazából egy jól eltalált lövés volt, azt mondhatom, és egy pekkes szöglet után. Utána mindent megtettünk, szerintem nem véletlenül egyenlítettünk ki, és a vezetést is megszereztük, csak hát ott azt a 2-3 percet azt meg kellett tartani az előnyt. Inkább okosnak nevezném. Ugye beindultam a bal szélről át ugye középre, és a Józsi nagyszerű labdát tálalt elém, és úgy gondoltam, hogy jön a kapus, nem nagyon akartam megtolni, mert nem éreztem azt jónak, és csak belemeltem egyet, és szerencsére pont jól bement. Ott már 2-1-nél próbálkoztunk támadni, ennek az eredménye volt a kiállítás is, mert talán valamiszem a Ladányit vagy a Vaspatrikot faltolta a második sárgalapot érően ugye a Nikolov, és úgy is teljesen jogos kiállítás volt. Utána szerintem többet is támadtunk mi, illetve a 2x15 perces hosszabbításban is nekünk voltak, ha a helyzeteink nem is voltak, de oda szögeztük a Debrecent a kapu elé, és sajnálom, hogy akkor nem tudtunk betalálni. Igen, átvettük a játék irányítását. Voltak percek, amikor a Debrecen dominált, de általában mi, utána, már mint a kiállítás után, és passzolós játékunkat tudtuk alkalmazni egyik szőről a másikra, és átvettük a játék irányítását, jobbak voltunk abban az időszakban, szóval nagyon kellett ez a kiállítás. Hát igen, mi akartuk a győzelmet, reménykedtük is benne, sajnos ott volt a kezünkben, és egy hibába következett, ki tudott egyenlíteni, és a 11-esek ott már a Lutri. 11-es más szituáció, itt igazából szerintem nem a 11-esek miatt buktuk el ezt a döntőt, hanem talán azt mondhatom, hogy rutintalanok voltunk ott a pályán 3-2-nél. A 11-es egy más dolog az edzésen rúgni, és más itt, amikor azt mondhatom, hogy ilyen szép számú közönség előtt vannak, pekesen pont oda a Debrecen tábla elé rúgtuk, de nem lehet összehasonlítani az edzést és a 120. perc után akárhány 11-es. Egyébként ez mennyire volt hátrány, hogy ugye ott a Debrecen tábor előtt rúgtátok a 11-est? Nem, erre fogom, abszolút semmi baj nem volt. Igazából szerintem olyan típusú játékosok vannak nálunk, akik,
akiket inspirális az, hogyha mondjuk szidják, vagy fújolnak ellene. Igen, pont azt jegyeztem meg a kispadon, hogy az NB2-es iramú meccsek után egy ilyen NB1-es meccs, ugye várhatóan a bajnok ellen, egy 90 perc után még további hosszabbítás, és a srácok tudnak menni, és küzdenek szívvel, lélekkel. Azért ez egy elég nagy dolog volt, és nagyon büszke rá szerintem mindenki, ugye, ahogy én is, és nagyon nagy teljesítmény az ezüst is. Azt mondhatom, hogy azért éreztük be, hogy fáradtabbak vagyunk, de hát ott nem volt mese igazából a 2x15 percet, tehát nekünk kellett támadni, mert egyel többen voltunk. Te játszottál már a Puskásban, milyen érzés volt? Soha nem játszottam még, és pont azt mondtam a Frédinek, mikor lecseréltek, hátrafordultam, és azt jegyeztem meg neki, hogy az életem legnagyobb élménye marad. Egy biztos, hogy egy ideig. Szóval eszméletlen, a nézők is nagyon kitűntek magukért, a mi szurkolóink is, és a Debrecené is, és úgy gondolom, hogy egy káprázatos meccsel leptük meg őket. Én valamikor nagyon kis koromban játszottam, talán 6-7-8 éves koromban, úgyhogy összesen lehet hasonlítani a kettőt. Szeretnék még visszajönni ide. Igen, hát egy örök élmény maradt bennem, hát remélem még tudok majd játszani itt egy pár döntőt. Igen, megmozdult egy tömeg, és hát ők is ugyanúgy, úgymond pályán kívül küzdöttek, kitettek magukért, transzparensekkel készültek egész héten, úgyhogy előző héten, és tényleg megmozdult egy tömeg, egy szimpatikus csapatnak, és eredményesek is voltunk, tehát úgy gondolom, hogy ők úgy gondolják, hogy azért ez az ő csapatuk, és büszkék ránk. Igazából nem is tudtam mérkőzés közben felmérni, hogy ez mekkora létszám lehetne. Elég csalóka volt, úgyhogy 4-5 szektorba ülhettek, de megtöltötték, nagyon jó érzés volt tényleg. Büszke voltam arra, hogy így bejutottunk a döntőbe, és így a szurkolók és a csapat is így ilyen teljesítményt nyújtott. Szóval ezért sír az egyik szemem, a másik pedig nevet, mert ugye nem sikerült megszerezni ezt az aranyat, viszont jövőre ott egy elég nagy kihívás előttünk, ami ugye még nagyon sok játékosnak az életében nem történt, sőt most ahogy gondolkozok, szinte szerintem senkinek a kerettagok közül. Úgyhogy az európai polondra kiléphetünk, és hétfőn pedig a bajnokságot is beúszhatjuk, úgyhogy már készültünk is a következő szezonra. Igen, nem is szóba se került az öltözőbe ez, hogy azért ott indulhat a csapat, majd innentől előre nézünk, de úgy érzem, hogy ha most nem is tudtunk ünnepelni, de bízom benne, hogy a szombati mérkőzés is ennyi nézőn kilátogat, és akkor ott ünnepeljük a bajnoki címet.